Sziasztok! Az új Jurassic Park film lassan már mozikba kerül. Már két hete játsszák a filmet a mozik! Hát nem siettem a videó befejezésével. Na mindegy, folytasd! Ideje hát szemügyre venni az új dinoszauruszokat wannabe paleoművész szemmel. Szerencsére már az előző rész is képes volt minket megajándékozni olyan kuriózumokkal, mint például tenger alatti járó méretű Mosazilla, Skull Island Import fehér vastatosaurus és Blue. Lássuk is hát, mit kínál nekünk Bajona bácsi. Akkor kezdjük is az Allosaurusszal. Amikor meglátok az előzetesben, mindenki Sukomimusra gondolt. A hosszú orra miatt. De nem. Ez bizony, egy Allosaurus. Az állat dizájnja amúgy tök rendben van. De persze megvan a kötelező törött csukló és zsugorfólia. De mondom, tök oké. Egészen addig a pillanatig, amíg nem látod az állat fejét. Oldalról. Szerintem születése pillanatában Dr. Wu megkínálta egy péklapáttal. Mert hogy ennek nincs V-alakú koponyája, az tuti biztos. És a szarva is túlságosan hátrafelé áll! Ja, és a szarva is túlságosan hátrafelé áll. Kösz! A mintájáért pedig kaphat egy piros pontot. Nekem nagyon tetszik. Szerintem meg egy szar! Jól van, jöhet a következő állat. A Carnotaurus, a Jurassic filmek történetének legpontosabban ábrázolt dinoszaurusza. Na lássuk csak! Korrekt fejforma, pici karó, mondjuk lehetnének kisebbek is, zsugorfólia, vörös szín, várjunk. Ez ismerős. Oh, Disney Dino! Mert minden karnónak vörösnek kell lennie 2000 óta, igaz? Még akkor is, ha a könyvben zöld volt. A könyvben tudta változtatni a színét is. Na de mindegy, a lényeg az, hogy behozták a sorozatba a rajongók egyik nagy kedvencét. Csak azért, hogy Roberta rektelje. Gyors kiegészítés. Zsugorfóliának azt nevezzük, amikor az állatok bőre alatt látni lehet a csontokat. A törött csukló pedig azt jelenti, hogy az állatok keze olyan pozícióban van, ami fizikailag nem lehetséges a számukra. Sajnos a videóban szereplő összes állat szenved ezektől a hibáktól. Így nem fogom egyenként felhívni rájuk a figyelmet. Főleg azért, mert elfelejtettem. Bocs. Következő állatunk a Baryonyx. Ennek a dinoszaurusznak a megjelenése szinte tökéletes. Lenne egy alternatív dimenzióban, ugyanis a miénkében lehagyták a név egyének számító óriás karmát. Igen, jól hallottad, lehagyták az óriás karmát. Ez legalább akkora hülyeség, mintha egy triceratopsot csak két szarval rajzolnál. Tudjátok, az ilyen egyszerű hibákat simán el lehet kerülni azzal, hogy beírod az állat nevét a Google-be. De még ha csak az állat óriás karma hiányozna, azt mondanám, oké. Nem mondanád! Tudom, hogy nem mondanád. De még a fejformája sem stimmel. Ugyanis hiányzik a pofája elejéről az a bemélyedés, ami segítette a halak megragadásában. És az a kis tara is hiányzik a fejéről. Ja, tényleg, az is hiányzik. És a kezei is túl kicsik. Na jó, de legalább a mintája szép. Részben Csotonyi érdeme. Igazad van, az tényleg nem rossz. Na, erről ennyit, jöhet a következő állat. A Stygimolo. Hey! Azt mondtam, Stygimolo. Ez a drámai hang csak egyet jelenthet. Valaki keres. Nekem mennem kell. Mindjárt jövök. Remélem, hogy nem azt mondja, hogy vágjam újra a videót a fiatal Paicephalosaurus dolog miatt. Hallottam, hogy szólítottál! Épp a filmbéli Stygimolochról beszéltem! A Kiszefalosaurus? A Stygimoloch! A Kiszefalosaurus? De a film szerint Stygimoloch! A Kiszefalosaurus! Jól van, nem én voltam a tanácsadó a filmnél! Inkább Hornerre... Csak a lézert, ne! Baszki! A főcímpe! Na most vagyunk a mélyponton. A Sinoceratops. Hú, gyerekek! Ezen a dinoszauruszon minden el van rontva. Kezdjük is azzal, hogy két lyukkal több van a gallérián, mint ami egészséges. Na most komolyan, a történelem során még senki sem ábrázolt lyukas galléral ceratopsziát. De miért is ábrázolt volna? Köztudott tény, hogy a lyukakat bőr fette. Hát ezek szerint akkor mégsem köztudott tény!
Na jó, de a fejforma akkor is alapból el van rontva. Ez igaz, de azért is van ennyire elrontva az állat, mert eredetileg Pajrinoszaurusznak készült. Na jó, de azokra a lyukakra nincs mentség. Tűzre vele! Jó ötlet! És végül, az Indoraptor, akit ezentúl csak Mustárnak fogok hívni, mivel van egy sárga csík az oldalán. Mustár annyiban különbözik az elődjétől, hogy fekete. És még abban is, hogy valamivel kisebb, mint a fehér Vastatosaurus. Meg van pár toll szálacska a hátulján, ott. És van egy raptor karma is. Igazából Mustár úgy néz ki, mintha egy fehér Vastatosaurus fejet raktak volna egy raptor testére. Igazából pont ezért nem tudok sok mindent mondani Mustár dizájnjáról. Csak annyit, hogy tetszik az a sárga csík, mert Mustár. Meg hát a saját véleményem szerint a fehér Vastatosaurus dizájnja sokkal jobban működik feketében. Szerintem még így is szar! Na jól van, ideje elköszönnöd. Ez volt az utolsó dino. Az én értékrendem szerint nem számít dinónak. Jól van, köszönj már el. Viszlát! Nos, az egész videó tanulsága annyi volt, mármint hogyha volt neki egyáltalán, hogy lehet itt béka DNS-re hivatkozni, de nagyon látszik, hogy ezúttal még csak meg sem erőltették magukat. És hiába van ott a Carnotaurus, hogyha ott van a Sinoceratops és a Baryonyx. Ezek ketten valószínűleg a széria legrosszabbul sikerült dínói, és csak reménykedni merek benne, hogy tényleg ez volt a mélypont. De hogyha tényleg tetszenek ezek a dizájnok, meg tudom érteni. Mindenki szereti a filmes szörnyeket, és ezek azok, vidám park szörnyek. Na de mindegy, ez itt a vége. Jó szórakozást az új filmhez, ha még nem láttad, nekem volt szerencsém azóta megnézni és tetszett. És ne feledjétek, az a fontos, hogy important. Viszlát! I am gonna hold the peace of